szabadság elvtársa, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Köszönöm kívánok, hölgyeim és uraim! Szénási Sándor vagyok, ha mai esti vendégünk Bermiklós nyugalmazott püspök. is! Jó estét kívánok! Hát nem azt mondom, hogy végig szolgálta az egész országot, de az ember megnézi, hogy hol mindenhol volt plébános, kőbánya, Szó Mária, Nosztra, Marod, Dömös, az akkor azért nagyon szép utazás már. Igen, de mindig maradtam a Duna környékén. Azért Pilis, ugye volt a leghosszabb, ez igen, 21 igen. év. Ott 1976-tól 97-ig szolgált igen. plébánosként. Hogyan emlékszik a 80-as évekre vissza? Most természetesen nem egyházügyekről kérdezem csak, hanem a közéletre, a közügyekre természetesen hát egyházi nézőpontból jönnek elő ezek az emlékek. Hát a 80-as évek végén tudatosodott talán bennem, hogy hát ugye ez a második János Pál pápa szolgálata. Ugye, hogy Lengyel pápa, ugye a KGST egyik országából lett az egyház vezetője, és hát, hát már az egy meglepő dolog volt. Aztán hát arra emlékszem, hogy amikor ő visszament Lengyelországba, akkor hát az akkori lengyel vezetők is tisztelettel fogadták. Egy egész érdekes szituáció volt. Hát én egy kicsit oda vezetem vissza ezt a rendszerváltási folyamatot az ő személyéhez. Tehát ez egy, egy nagy változás volt. Aztán megint csak az ő személyéhez kötődek, kötök egy emléket. Az 1988-ban volt, úgy emlékszem, hogy akkor látogatott a pápa Ausztriába. És ott a határ közelébe, Darásfalván volt egy nagy pápai mise, és sokan kimentek erre a pápai misére. Hát én nem tudtam valami miatt elmenni, de fölmerült már akkor bennünk ez a gondolat, hogy talán hozzánk is eljön a pápa. És hát akkor aztán tényleg fölgyorsultak az események, és 91-ben már tényleg eljött a, a, pápa. Aztán van még egy emlékem, hát az mondjuk kifejezetten Pirismaróthoz köthető emlékem, hogy az is 88-ba volt, akkor meghirdették a, a Szent István évet. És a, hát a Szent István erekje, a Szent Jobb, hát egy országjárásra indult, ugye idézőjelbe. És ezt a is elhozták, és a delegáció vezetőjével jó barátságban voltam, és megkérdeztem, hogy megállnának-e a páncélautóval autóval Pilismaróton. Hát persze, belefér. És akkor hát persze kiirdettem a templomba, és hát ott megállt a templom előtt, és kinyitották a páncélajtót, és hát az emberek ott összejöttek, hogy hát tényleg ilyen megtörténhet be a kis faluba. Meggyőzött hát arról, hogy Magyarországon mindenhez kapcsolatok kellenek. Hát igen, igen, igen. Na de szóval mondom, ez is úgy, úgy megmarad bennem. Aztán egy másik emlékem, ez a Duna, és hát a Dunai vízlépcső kérdése. Emlékszem, hogy részt vettem falugyűlésen, ilyen tanácskozásokon, amikor hát szóba került a, ez a dömösi, nagymarosi vízlépcső kérdés. És hát mi ott a Pilis Marótiakkal, hát nagy lelkesen mondtuk, hogy hát ez óriási dolog lesz itt, hát itt megindul valami építkezés, fejlődik a falu, meg a környék. Szerintem támogatta a dolgot. Hát hogyne, hogy nagyon lelkesek voltunk, és hát engem meg főleg azért érdekelt, mert hát a tervek szerint ugye a gát tetején lett volna a híd, és hát mondom, akkor végre, hát Komáromtól Pestig, akkor még nem volt híd a Dunán, hogy át lehet menni a másik oldalra. Hát ugye az édesanyám zebegénybe volt, én meg Pilisvarótól a másik oldalon mindig, hát vagy kompal kellett menni, vagy hát körbe, nagyon messze. És akkor nem értettem, hogy hát most tüntetés szerveznek a vízlépcső ellen, Hát mióta mi ezt nem értettük ezt a dolgot. És hát úgy lassan-lassan hát értettem meg, hogy, hogy ez egy olyan téma volt, ami miatt ki lehetett menni az utcára retorzió nélkül. Tehát ez is egy olyan érdekes emlék volt, hát nekünk aztán egy nagy csalódás volt, ugye, hogy aztán lefújták ezt a vízlépcső kérdést, tehát hogy szóval ez is már egy jelezte azt, hogy, hogy már az a kemény diktatórikus hangulat az, az, az megszűnt. És hát aztán, hát persze hallottuk a, hát a határnyitást, de, de még volt előtte egy élményem, 89 tavasza, hogy kaptam egy meghívót Tatára egy találkozóra posgaival. És hát érdekelt ugye hát az ő szereplését. Akkor már ugye az MSZNP reform vezetőjének igen, számított. Igen, igen, igen. igen. És ugye, hát, ugye, tanítottam az Esztergomai főiskolánkon, és egy pár tanárkollégával elmentünk, hát hallgassuk meg, mit mond a posgai. És hogy nagyon emlékszem, hogy ott ültünk egy ilyen színházterembe, és akkor bejött a pozsgajere, mindenki fölállt, és nagy taps volt, és hát elkezdett beszélni, de akkor üdöttem meg először a fülemet ez a fogalom, hogy a jogállamiság. És hát ugye egymásra néztünk, és tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy jogállamiság. Hát aztán később kezdtük el értelmezni, hát hogy, hogy hát tulajdonképpen ez a demokráciának egy, egy jelzője. Na hát szóval ilyen élmények villannak föl, és akkor utána jött aztán a határnyitás, ugye ha aztán a sorrend így jött, és akkor Mátyás bejelentett, hogy a Mátyás bejelentette a köztársaságot. Az ember kapkodta a fejét még egy kicsit, hogy ez tényleg igaz. Hogy... De mi volt a vélemény a egyházban, legalábbis az önkörnyezetében, hogy mi lesz itt? Hát egy, egy, egy nagy várakozás, és, és, hát egy bizakodás, hogy, hogy ez a megkötözöttség, nem tudom, minek nevezhetném, hogy a 50-es, 60-as, 70-es évek története, Ugye egyházi oldalról, tehát, hogy, hogy hát tudtuk még, hogy még sokáig papok börtönbe voltak. Még teológus koromból, de hát még kezdőpapi életemben is, hogy mindenhoz engedélyt kellett kérni, hogyha kimentünk a templomon kívül valami rendezvényre. Ez, Ez az, az egyházi ellenőrzés, egyházi hivatal, hivatal volt, igen. igen. Ön személyesen is találkozott ottani emberekkel, megkeresték, hogy behívatták? Hogy ezt Hát az hogy, ne, hogy ne. Hát emlékszem, hogy hogy ö, káplánként is, tehát még amikor kőbányára kerültem, meg amikor Márionosztrára plébánosnak kerültem, ne, akkor hát be kellett menni eskütételre. A, hát már nem is tudom, hogy mi volt a szövege. Hát, a, hát egy hát mire, állampolgári mire esküt. esküt. Állampolgári esküt. Hát állampolgár volt, miért kellett külön eskü? Azért, mert hát ez ez, ez hivatal a papi szolgálat. Szóval a mai eszünkkel már ezt ezen nevetünk. Lehet, át. igen, nem is lehet érteni. A igen, igen. De Mária Nosztrava kapcsolatban <laughs> azt olvastam, hogy ott a templommal is voltak problémák, mert hogy a rabok nem mehettek ki, vagy ön nem mehetett be hozzá. Szóval valami nem stimmelt, és sokat kellett küzdeni azért, hogy a raboknak is a illessen szolgáltatni a na, na, nem Nem, 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 nem. Odáig nem jutottunk el. Ma már megint ez is egy olyan furcsa dolog, hát most már bejárunk a börtönbe, meg, meg hát hívnak is, de akkor ez teljesen el volt szeparálva. Márjanosszának a, a specialitása viszont éppen az, hogy hát ugye az volt a régi pálos kolostor épülete, ahol most is a börtönigazgatóság van, és hát, ha szabad így mondani, a börtön udvaron keresztül, hát a külső udvaron keresztül lehet bemenni a templomba. Tehát arról szó nem volt, hogy a rabok kijöhetnek, uh -huh. a Isten tiszteletre, a misére, de mi sem mehettünk be. Arra emlékszem, hogy a, parancsnok, hát ugye fiatal voltam, 30 év körül pap voltam, hogy a börtön parancsnok valamikor év elején, januárban még behivatott. Adott egy kis utasítást, hogy arra emlékszem, hogy azt mondja, túl sokat harangoznak. Azt mondja, zavar engem az a sok harangozás. El hát akkor így nem nevetett, gondolom. Hát ezt... Nem, hát mondom, igen, igen, parancsnok elvtárs, igen. Komolyan ezt mondta, hogy Komolyan papként azt mondta, hogy javítás? Hát el tudom képzelni. Aha. De, de meg sok minden, ami hát megint a mai szemléletünknél nélhöz furcsa, tehát a, a márjonoszrai lakosságnak a jelentős része, kapcsolatban volt a börtönnel, hát munkaügyi kapcsolatban, vagy fegyőrök voltak, vagy munkavezetők, hát ott mindenféle melléküzemek voltak, nem tudom, nem emlékszem, hogy futballlaptákat vartak például, meg ilyesmiket. És aki a börtönnel kapcsolatban volt, ilyen munkaviszonyban, hát attól elvárták, hogy ő öntudatos polgár legyen. Öntudatos ateista polgár. Öntudatos ateista, hogy hát szó nem lehetett róla, hogy templomba menjen. Ott volt ugye a templom, a börtönudvaron keresztül, mellette volt a parókia, ahol én laktam, de utána a másik oldalon már a Fegyőr laktanya volt. Tehát hát én ott, jó, jó, ott. Jól beépült. Ott közés. jól szem előtt voltam. De hát, ha visszagondolok, ma már hát egy kicsit mosolyogva beszélek erről, hát akkor azért mondjuk nem volt ez van egyszerű, de úgy kitaláltam a módját, hogy hogy sötétedés után azért elmentem a faluba családlátogatás címén ide-oda, volt úgy, hogy háznál kereszteltem, vagy egyszer egy, egy, egy fiatal fegyőrt háznál eskedtem. Szóval, hát meg tudta volna Igen, az szóval ezek az érdekes dolgok voltak, de hát fiatal voltam még, azért nem vettem ezt olyan komolyan. Emlékszem, volt egy érdekes sztori, hát a falu szélén megbeszéltük a gyerekekkel, hogy ott találkozunk, hogy ne, ne legyen nagyon feltűnő, és akkor onnan elindultunk kirándulni. Hát ugye már közelébb, hát ugye ott van a Kisinóc, meg hát tudom én, csóványos. És megyünk az erdei úton, és egyszer csak csatlakozik hozzánk egy turista egyik mellékútról. Hát jó napot kívánok, jó napot kívánok. Hát honnan jöttök gyerekek? Hát Mária Nosztráról. Hát kivel vagytok? Hát a tanárbácsival, mert mondtam a gyerekeknek, hogy hát nehogy mondjátok, hogy a tanár tanárbácsival. Az jó, hát akkor én csatlakozom hozzátok. Hát igen, tanár, bácsi, igen, jó van. Mi újság az iskolába? Hát, hát, azért tudtam valamit, hogy kik a tanárok. És mert hát én vagyok itt a pártitkár. És hát egy kicsit elkísérem a tanárurat. Hát én tiszta frázba voltam, hogy mikor bukunk le, hogy a gyerekek mikor szólják el magukat. És aztán hát, hogy mentünk fölfelé, aztán azt mondja, jaj, hát ő neki ez már gyors, ez a tempó, jó utat kívánok. Na mondom, hála Istennek. <laughs> hát szóval ezek olyan aranyos kis történetek. Budapest járt az az ügyi hivatalban, ugye ez az az épület, a jó, ahol most a Fidesz székházban. Igen. Hát, Behívatták? Ilyen... Ott, ott, nem, ott nem. Voltam, ott az, az előfordult-e, hogy valamelyik egyházi vezető beszélt önnel, és mondta, hogy hát ezt az én ezt ne csinálja, mert ezért szemrányásokat kapunk. Tehát, hogy megpróbálták valahogy hát, hogy ne, csitítani. Tehát amikor még hát teológus voltam, ugye hát az még ugye a központi szemináriumban, hát emlékszem, hogy, hogy mindig bejött valamilyen ö, ilyen egyházügyi hivatali tisztségviselő, hát. és hát a mai fiataloknak már nyilván ezek ismeretlen dolgok, fogalmak, hogy a finnapok kapcsán <laughs> egy, a szemináriumban, a teológián is volt egy rendezvény. Hát az én magyarázom, hogy a finn napok a forradalmi ifjúsági napok. Jaj, tényleg. Azt hittem, hogy finn napokról beszélünk. Nem, ez De, volt. És ez ugye össze volt kapcsolva a e, március Tehát 15. A katolikus papnövendékeknek a forradalmi ifjúsági napokat. Azt meg rendesz. kellett, meg kellett tartani. Hát igen. És hát emlékszem, hogy egy alkalommal, hát valami József Attila verset szavaltam, de ott ültek a tanárainkkal együtt a, elsősorban ezek a egyházi hivatali emberek. Megismétlődött, amikor már tanítottam a, a, teológián Esztergomba hogy akkor is oda bejöttek, és, és hát úgy finoman azért tudtál, adták az embernek, hogy akármit nem csinálhatunk, nagy rendezvényeket. Tehát az ember állandóan érezte a kontrollt, a, meg hát ugye egymás között mi papok beszélgettünk erről, hogy van egy új hívő a, a templomba. Vajon ez ki lehet? Érdekes módon Notes van és Szeruzanála. Tehát ilyen dolgok voltak, hogy jegyzeteltek, hogy mit prédikáltunk. Hát szóval egy, a mai, mondom, a mai fülünknek ez már egész hihetetlennek tűnik. Hát érdekes világ volt, de ezért érthető, hogy, hogy mi egyházi oldalról hát tényleg valami felszabadult érzést éltünk meg, hát egy, egy ilyen eufóriát, hogy hát tényleg ez, ez megtörténhet velünk, hogy hát ilyen szép egyházi ünnepeket megélhetünk, jön a pápa. Hát szóval ez érdekes volt. Hát második János pápahoz pápához önnek amúgy is van köze, ugye, mert 2003-ban ő nevezte ki ön püspöknek, ugye? Igen. De a 2001-ben lett címzetes püspök, igen, 2003-ban. Igen, hát ő mind a két kinevezést, a püspöki kinevezést is tőle kaptam, még ugye segít püspökként, és aztán 2003-ban Váci megyés püspöki kinevezést. A korszakban, hát nem rögtön, a 80-as évek végén, de előbb-utóbb azért elkezdődött a vita ugye az egyházon belüli besugókról. Vagy hogy mondták? Az nem, akkor nem ügynöknek hmm. mondták, hanem belügyesnek vagy besugónak nevezték. Bezzervezett beszervezett uh, egyének. Igen igen. igen, igen. És hát a gyarmati György történész egy kötetben megpróbálta kiszámolni, hogy hány beszervezett ember lehetett önök között, és azt mondta, hogy hát 7000 pap volt körülbelül Magyarországon, és ebből 250-ben súgó. Tehát nem volt olyan nagyon rettenetesen sok, csak hát nagyon nagy károkat okozhattak nyilván. Önök tudták egymás között, hogy ki az, aki bennem lehet bízni? Utólag. Aha. Szóval ez egy, ez egy, hát nem is tudom, hogy mi a jó kifejezés, hogy egy egy nagyon sötét dolog volt. Tehát egy, 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 hát egy ördögi gondolat volt, hogy, hogy, egymást figyelni, figyeljék a papok. És meg, meg egyáltalán ez a, ez a, hálózat, hogy hogy mi azért mindenről tudunk, és, és és hát ne felejtsétek el, hogy, hogy meddig terjeszkedhettek a ti papi szolgálatotokkal. Nagyon fáj. Most utólag, hát ugye sokat beszélgettünk erről, és hát kedves, tiszteletre méltó idős papjainkról tudtuk meg később, hogy, hogy hát őket is beszervezték. És hát az ember próbálta megérteni, hogy, hogy mi lehetett ennek a magyarázata. És hát én, én ma is azt mondom, hogy, hogy a legtöbben talán így gondolkoztak, hogy, hogy talán így nagyobb lehetőségeket tudunk biztosítani a hitoktatásba, emberekkel való kapcsolatba, tehát templomi szolgálatba. Tehát azt nem hinném el, és nem hiszem el, hogy, hogy ez, ez valami egyéni érdekből, vagy, vagy Hát talán volt. Hát meg, is, ennyi... meg is zsarolhattak, mint zsarolhat, embereket. Biztos, mondjuk hogy. Az hogy hogy... akkor tiltott homoszexualitás miatt például. De vagy... biztos, hogy voltak zsarolható emberek, de a, a legtöbben, hát most tényleg akár kikre gondolok. Hát például de... a lékai. Hát, érsekre, igen, ugye? Igen. Lékai bírbóbi Tehát, akit, akit nagyon tiszteltem. és és ugye az ő elmondata ez volt, hogy a kis lépések taktikája. Uh -huh. És ő, hát én hiszem azt, hogy ő ezt tényleg ezt is egy taktikának tartotta, hogy, hogy, hogy időnként, hát ha behívták, akkor elbeszélgetett ezekkel az egyházügyi emberekkel. De, de hogy biztos, hogy... Tehát az, azért jó, hogy erről beszélünk, mert a közvéleményben, hogy visszahallom, hogy, hogy áruló papok, meg... meg szóval ezt, ezt ezt nem szabadnak kimondani rájuk. Tehát nem az egyházat árulták el, hanem próbáltak a, a helyzettel valahogy... Hát, hát értem, úr, csak mondjuk... Volt egy jó barátja, mondjuk a szemináriumon vagy máshol, aki önről jelentett, nem az egyházról, úgy általában önről. Tehát azt a bizalmat fertőzte meg, vagy tette tönkre, ami önök között volt. Erre nehéz azt mondani, hogy az egyház építés érdekében tette volna. hogy hogy... Ez fájt, amikor ezt, ezt megtudtam utólag. De még akkor se éreztem ebbe bántást, hogy, hogy mondjuk engem tönkre akart volna tenni, vagy akadályozni akart a tevékenységemet. Meg egyáltalán, hát mit jelenthetett? ugye... Jelentette azt, hogy ön titokban fegyőröket keresztel, vagy a, mit tudom én, hat férjhez, vagy nem tudom én mi. Meg gyerekekkel kirándul. Meg gyere és, hát. és el, elsötétített szobákban szolgáltatja ki a szentséget. Ezek nem voltak főbejáró védkek, de hát azért nem könnyítették volna meg az ön helyzetét, aki derülnek. Most ilyet elmondhattak volna azért, erről is. Igen, hát én, én... Ezt azért feltételezem megint csak, hogy, hogy, legtöbben, hát ilyen semmit mondó dolgokat, emlékszer egy, hallottam egy ilyet, hogy hogy valakiről azt mondta, hogy, hogy nagyon vigyázni kell rá, mert nyakkendőt hord. <gül> szóval... <gül> ez hülyeség. Ez hát... mi az, hogy nyakkendőt hord? És hát, akkor hogy, hogy, hát hogy, hogy nem, nem papi ruhába jár. Hát átszázza magát. Hát magát, és akkor ez. Én ki tudja, hogy milyen konspiráció. <laughs> <laughs> Ismajkur, mindent meg lehet bocsátani? Meg kell bocsájtani. Meg kell bocsájtani. Egyszer hallottam egy. Mm, egy nagyon érdekes gondolatot, valahogy így szól, hogy, hogy a, a jogsérelmek orvoslásának a, a, a állandó spiráljából csak egyetlen kiút van a megbocsájtás. A legnagyobb igazságtalanság a megbocsájtás. Igen, így van. Tehát mi mindig próbálunk igazságot szolgáltatni, de közben magunk is rabok maradunk, mert, mert, mert mindig saját magunkat akarjuk igazolni. És a megbocsátás éppen azt jelenti, hogy elengedjük ezeket a sérelmeket. És hát ezt mi mindig úgy szoktuk mondani, hogy hát ez Krisztus keresztje a számunkra, Krisztus keresztjének az üzenete, hogy, hogy a legnagyobb igazságtalanság az szabadít fel. A, a, a sérelmeink rabságából Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is értem egészen pontosan. Mi az igazságtalanság, ami itt felszabadít? Tehát a legnagyobb igazságtalanság ez, ez ami, ami megtörténik emberrel. Aha. Tehát most, például az elmúlt napoknak a, az eseményei ugye 75 éve vitték el onnan a Dunakanyarból a svábokat. Málenki volt. És hát ez engem személyesen is úgy érint, hogy hát éppen ezekben a napokban van apám halálának is az évfordulója. Őt Budapest Ostrománál ugyanígy vitték az oroszok, a pesti férfiakat összefogdosták, enki robotra ágyútól nélőszerládát cipelni, uh -huh. és itt halt meg az utcai harcokba apám. Tehát ezek borzasztó, fájó dolgok. Na de hát ott van a, a holokausznak a fájó emléke. És né. És hát ugye ez a ugye az József Attilának van a Dunánál című vers, az egy olyan gyönyörű vers, hogy a, a mit eleink harcoltak a BKV old az emlékezés. Tehát, hogy a megbocsájtás feloldja ezeket a, ezeket a szörgyű fájdalmakat. Nagyon nehéz. De hát, de meggyőződés sem, és meggyőződésünk, hogy, hogy ö, ö, valaki egyszer megkérdezte, hogy melyik a könnyebb, megbocsájtani vagy bocsánatot kérni. És úgy elgondolkoztam rajta, és hát tulajdonképpen nem tudom eldönteni, hogy melyik a könnyebb, de hogy összetartozik valahol, és belül eldönteni, hogy, hogy én elengedem ezt a fájdalmat és, és hát tovább lépni. És az nem azt jelenti, hogy, hogy helyeseljük, vagy elismerjük annak a jogosságát, ami megtörtént. Ezek a borzalmak, hát tényleg a, a kitelepítések, deportálások, és hát ugye egy kicsit én is hát nem kicsit <laughs> mi családunkat is kitelepítették 51-be. Budapestről. Én akkor gyerekként ezt nem nagyon értettem, hogy, hogy ez ez mit jelent. Csak utólag fogtam föl az a bizonytalanság, hogy hova visznek, meddig lesz. Szóval ezek borz, borzasztó dolgok, de mégis csak mm, túl kell lépni rajta. És hát ehhez, ehhez tényleg nagy lelki erő kell, meg, meg azért a kibeszélés, hogy, hogy. Tehát ez is most, ahogy a rendszerváltásról beszélgetünk, hogy, hogy hányszor említik idős emberek, hogy nem beszélhettünk róla. A, a deportálásról, a, a, a gulágról. Az egy borzasztó dolog. Ha kibeszélhették volna, talán könnyebb lett volna a vagy 30 éves rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Bermiklós nyugalmazott püspök a vendég. Még csak egyetlen egy kérdést engedjen meg a, abban a tárgykörben, amit utoljára érintettünk, hogy, hogy megbocsátás ugye a besúgóknak, akik mondjuk erről jelentettek, hogy ez kiderült az ön számára, vagy a rendszerváltás környékén odamentek mentek önhöz, ezek az emberek is azt mondták, hogy Nézd, Miklós, ez van, én vagyok az. Előfordult ilyen? Előfordult. Aha. Igen. És, és ezért nagyon becsültem az illetőt. És hát. És, és, és megértettem az ő, ő dilemmáját, hogy mit csináljon, amikor megszorították el. Nem tudom. De tulajdonképpen nem mondott rólam rosszat. De mi van, ha önt is megkörnyékezik? Végigmondott a hát, nyilván, hogy akkor mit mondott, vagy mit csinált volna? Hát, az biztos, hogy próbálkoztak, és még azt mondom, hogy hála istennek nem kellett nekem bele kerülni egy ilyen kényszerhelyzetbe. Sikerült mindig kibújni hát a csapdából. De én se tudom, hogy mit, mit csináltam volna. És, és ugye most utólag visszagondolok, hogy, hogy én is zsarolható lett, lehettem volna, mert ott volt özvegy édesanyám, akiről nekem gondoskodnom kellett. Most, hogyha nekem fölteszik a kérdést, hogy na hát kérem szépen, vagy itt aláírja ezt a nyilatkozatot, vagy pedig egy kicsit elbeszélgetünk magával, egy kicsit hűvösebb helyen, vagy szóval ezek azért úgy átillantak rajtam ezek a gondolatok. Akkor mi lenne anyámmal? De hát ezt el tudom képzelni, hogy mindenkinél volt valami, ami, amivel hát próbálták megfogni. Ingen. Abban a korszakban ugye a egyház is fokozottan érzi, hogy vége a finoman szólva létező gyámkodásnak. És a szabad egyház eldöntheti szabadon, hogy mit kezd magával. Hát persze úgy értem, hogy a Magyar Katolikus Egyház nem önálló szervezeti értelemben, de mégis sokat hát vannak lehetőségei, hogy a helyét újra megtalálja a magyar társadalomban. Milyen viták folytak belül a, az egyházban, hogy hogyan kellene ezt az új szerepet megtalálni? Visszagondolva ezekre az évek, tehát a 90-es évek elejére, úgy emlékszem, hogy így merült fel ez a kérdés, hogy folytatjuk-e ott, ahol tudom 48-ban abba hagyatták velünk a lelkipásztori tevékenységet. A, a, Kvázi folytatják-e mondjuk a mint centiféle vonalat? Hát igen, igen, igen. Uh -huh. igen vagy pedig egy, egy, új, hát ugye elmúlt 40 év, hogy, hogy egy, egy, új utat keresünk. És azt hiszem, hogy, hogy, igazából ez nem tisztázódott az első években, főleg 90-es évek elején. És tényleg az idősebb papok tényleg elhitték, hogy, hogy ugyanott folytathatjuk és akkor hát sorra alakultak, vagy próbáltak újra alakítani ilyen egyházi vallási egyesületeket. Hát ugye ezzel azóta is próbálkozunk, vagy próbál a cserkészettel például. Hát ha hát emlékszem, hogy, hogy az is egész, egészen a kezdetén talán az, az 89 tavaszán lehetett, vagy 90 tavaszán én is alapítottam cserkész csapatot. És hát, hát azóta is úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó pedagógiája van a cserkészetnek de most 30 év távolából látjuk, hogy nem ment át ennek az üzenete. Ma már a fiatalokat nem tudjuk annyira ezzel a tudom, indián romantikával megfogni. De, 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 hallottam, hogy, hogy hát alakultak tudom én, szívgárda, meg, meg nem tudom milyen oltáregyesület, meg hát szóval ilyen egyesületek. Megint csak visszagondolva nem volt igazán Időnk arra, hogy, hogy átgondoljuk, hogy közben a világ változott. És akkor elkezdtük visszakérni a régi ingatlanokat, egyházi iskolákat. És hát ezzel még mind a mai napig küzdködünk. Szeretnénk persze a oktatásba jobban kivenni a részünket, egyházi fenntartási intézményeinkbe de ugyanakkor belátjuk, hogy nincs emberünk. Tehát ez, ez nem egy, nem volt egészen egyértelmű. És azt hiszem, hogy a 30 évről egy, egy summás véleményem ez lehet, hogy, hogy még a 30 év nem volt elég ahhoz, hogy rendezzük a sorainkat, vagy, vagy megtaláljuk a, az új irányt, a helyünket. Hát az egyik ilyen rendezendő kérdés nyilván a 80-as évek végén mondjuk a bokorbázis közösség volt. Ugye voltak olyan katolikus hmm. körök, amelyek nem követték a hivatalos, tehát a rendszerrel kiegyező egyháznak a vonalát, hanem például ezek az emberek megtagadták a katonai szolgálatot. Hmm. És akkor a katolikus egyház vezetői nagyon rosszban voltak ezekkel az emberekkel. Ez a viszony tisztázódott, vagy azóta se? Nagyon érdekes, hogy ez a Bulányi György Pialista atyának a személyhez kötődik, ez a bokor És érdekes személyes élményem, hogy nem sokkal a halála előtt egyszer eljött Vácra, meghívtuk egy előadásra, és az előadás után oda mentem, és megöleltem. De Gyuri bácsi, örülök, hogy eljöttél. És úgy rám nézett, te vagy az első püspök, aki megöleltél engem. <laughs> És ezt tudom, hogy nagyon fájt neki. És szóval igazi rehabilitációt nem kapott. Hivatalosan ugye Rómából kapott egy, egy fölmentést az ő a tiltása alól, mert hát ugye őt el is tiltották a, a nyilvános papi tevékenységből. Na most azt hiszem, hogy ez is egy jó példája annak, hogy milyen csapda helyzetben voltunk. Tehát rá voltak kényszerülve a akkori püspökök, hát ugye éppen Lékai Viboros úr személyesen hát foglalkozott az ő ügyével, hogy most, hogyha ő a bulányit elismeri vagy elfogadja, akkor kockáztatja azt, hogy állami oldalról még nagyobb nyomás nehezedik az egyházra egy Megpróbált taktikázni, ahogy emlékszem, hogy, hogy ezzel próbált kibújni a, a, hát ebből a csapdából, hogy, hogy hát igen, a katonai szolgálat az nincs ellentétbe a szentírás tanításával, de mindenki érezte, vagy legalábbis sejtettük, hogy itt, itt nem erről van szó, hanem próbál valahogy kompromisszumot kötni. Azt szoktam mondani, hogy Bulányi Gyuri bácsinak ez volt a tragédiája, hogy, hogy túl korán kezdte ő a, az, ezt a kis belső egyházi reformot mondani. Ha ez a 90-es évek után csinálja, semmi baj nem lett volna vele. Hát ugye, ugyanaz... nem csinálta volna, mert minek? Hát, más, hát már... igen. Bárki tudja. ki tudja. Hát igen. Ez... Szóval azért mondom, hogy tulajdonképpen, hát mi papok, hát egyet kellett, hogy értsünk az ő gondolkodásával, mert hát éppen azt akarta, hogy a fiatalok is jobban álljanak ki a hitük mellett, a családjaikkal, a mindennapi munkájukkal. Hát ma is ezt akarjuk. Csak ugye azok között, a körülmények között ez lázadásnak tűnt. Mert ugye említette, hogy sok minden nem tisztázódott az egyházban. Volt ugye egy áthúzódó nagy kérdés, egy határvonal mondjuk, ez a második vatikáni zsinat és annak az utóélete, bár azt, a igazából soha nem zárult le, tehát lehet mondani, hogy akkor itt valami eldölt, és akkor onnantól az egyház reformja, a társadalomhoz való odafordulás, a belső változások, azok egyértelműek voltak és megtörténtek, de mégis nagyon sok mindent lazítottak, vagy megváltoztattak a világegyházban. És én azt gondolom, meg azt hallottam annak idején is, hogy a magyar püspöki kar ez nem ment át ezen a kis tisztított üzem. Tehát, hogy ez, ez továbbra sem lett megemésztve. Persze nem tudom, igazam van-e. Sajnos igen. <laughs> Úgyhogy emlékszem, volt egy tanárunk, aki hát már a zsinat idején, pont akkor voltam teológus, ugye, ez 62-től 65-ig tartott ez a második vatikáni zsinat, és engem 66-ba szenteltek pappát, tehát pont egy évvel utána. Úgyhogy egyik tanárom mondta cinikusan, hogy én Hungária non valet. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nem érvényes. <laughs> Amit a zsinat előírt. De kétségtelen, hogy ez, ez egy vizsgálatra indító kérdés, hogy vajon mennyire jött át a II. Vatikáni zsinatnak a, a gondolata. Ugye emlékszem, hogy, hogy, hogy ez volt egy ilyen nagyon képszerű, üzenete még a zsinatot elindító 23. János pápának, hogy, hogy, nyissuk ki az ablakot. Nem baj, ha egy kis húzat jön, és le vissza egy-két öreg papírt. Tehát ez az aggiornamento, ez a napra kész megújulás úgy lefékeződött. Lefékeződött. Kétségtelen, hogy, hogy a katolikus egyházunkban voltak azért látványos eredményei ennek, hogy megkezdtük a magyar nyelvű liturgiát, átrendeztük egy kicsit a, a, a templom belsőt. Talán egy kicsit jobban odafordultunk a, a Biblia olvasása, a magyarázata felé, amit ugye a protestánsok sokkal hamarabb elkezdtek. De igazából, ha nagyon leegyszerűsítem, az az üzenet, hogy az egyház egy élő közösség, ez nem jött át. Ferenc pápánk elég sokszor olyan keserűen jegyzi meg, hogy még mindig a klerikalizmusnak a békjói között vagyunk. Tehát a papságnak ez az egyeduralmi hát, szerepe még mindig elég meghatározó mondogattuk, mondogattuk, hogy hát felnőtt hitű ember, felnőtt hitében felnőtt emberekkel építsük tovább az egyházunkat. De azért még mindig maradt ez a modell, hogy, hogy mi papok prédikálunk, a, a templomba járó évek pedig hallgatnak. Tehát nincs, nincs egy, egy dialógus köztünk. Nagyon lassan osztjuk le a feladatokat. Már azért azt szoktam mondani, hogy a, az Isten az előbb-utóbb rákényszerít bennünket, hiszen drámai módon csökkent a papság létszáma. De talán még mindig nem vettük ezt észre eléggé. A 80-as évek végén, és hát főleg a 90-es évek elején, amikor hát mondjuk egy keresztény demokrata, hát így jegyekkel is rendelkező egyébként egy sokféle csoportból összerakott párt, az MDF kerül hatalomba, a pártal meg a kdmp vel együtt, pláne. Akkor az egyház elköteleződése, ugye látszólag logikus volt emellett a kormány mellett. De abban az időben az ember azt is érezte, hogy, hogy azok a hangok erősödtek meg a katolikus egyházban, amelyek egy ilyen ideológiai egyeduralmat, mint, komolyan, mint egy pártról lett volna szóval állítottak volna vissza, az egyház megkérdőjelezhetetlen tekintéjét, kevéssé tűntek vita partnernek az akkori televíziós műsorokban. Szóval nagyon sok ütközés volt az egyház, meg az ellenzék, az egyház, meg a társadalom egy része között. Ez nagyon erőszakosnak tűnt akkor. Érzékelte önt akkor, hogy, hogy, hogy ez sok, hogy ezt nem kéne? Igen. Ha hogy visszagondolok erre a 30 évre, úgy érzem, vagy érzékelem, hogy talán éppen ez alatt a 30 év alatt jutottunk el, hát nem is mondom, hogy a teljes megújuláshoz, de jutottunk el azért odáig, hogy például a protestáns egyházakkal való kapcsolatunkban már partnernek tekintjük egymást de a társadalom egészével is. Ez is egy érdekes folyamat, hogy hát én nagyon tiszteltem, csodáltam a második János Pál pápát, ugye, aki ennek az időszaknak azért meghatározó egyénisége volt, a nagy utazó pápa. És Benedek pápa is, hát ő nagy tudós, is nagyon tiszteltem, de talán Ferenc pápa az, aki hogy állandóan mindig ébrezgetni próbál bennünket, hogy nem uralkodni akarunk, hanem szolgálni. Például egy nagyon érdekes fogalma, legutóbb is azt hiszem a távol-keleti útján mondta ezt, hogy igen, Jézus azt mondja, hogy menjetek, tanítsatok mindenkit. A misszió, a küldetés, ez, ez a egyháznak a lényegéhez tartozik. Azt mondja, de nem téríteni, hanem meghívni. Gyertek, nézzétek meg mi, hogy élünk, ha tetszik, akkor gyertek velünk és ez egy óriási előrelépés, mert azért még a, a talán talán a 30 évre is mondom, az első időben tényleg így, így éreztem én is belülről, hogy, hogy mi azért most azt hittük, hogy majd mi fogunk megint dirigálni. És mi megmondjuk a <laughs> Ezt nem mertem kimondani. Igen. De, de, de most éppen most a napokban van az ökumenikus ima hét. És hát ez valami nagyon nagy élmény nekem, nagyon nagy öröm, hogy idáig eljutottunk már, hogy, hogy, protestáns sokkal, de sőt már hát ugye a zsidó közösségekkel is, Ma együtt imádkozunk, és meghallgatjuk egymást. Például ugye a reformációnak volt az 500 éves évfordulója, ugye most már három éve, hogy szalad az idő. És ott látom, mi teológiai sorozatot indítottunk minden felekezetnek a képviselőit megkértük, hogy ők mondják meg, hogy ők hogy látják a reformációt evangélikusok, reformátusok baptisták, katolikusok és hát úgy csak úgy csodálkoztunk hogy jé hát ez, eddig azt hittük, hogy mi azt hiszitek, hogy mi azt hiszük uh -huh. és közben sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, hogy meghallgatjuk egymást és hát én nagyon szeretem ezt a hasonlatot mondani, hogy végre rájöttünk talán oda, mi katolikusok is, hogy, hogy a, a világ és hát az Úristenne való kapcsolat egy, egy nagy, csodálatos hegyhöz hasonlítható, aminek van egy csúcsa, egy kilátója, de több út megy föl és most már talán mi katolikusok is többnyire azért ezt elfogadjuk, hogy, hogy, más út is megy föl a hegyre. Egyetért azzal, hogy az alaptörvényben benne van, hogy itt egy keresztény országról van szó, és a kereszténység az egy védendő érték, mintha valami skanzenben újra fölépített házról beszélnénk, tehát nagyon különös a dolog. És ezzel ugye a kereszténységbe is kerül a politika fogalom körébe, Kétségkívül a politikai kereszténység nem mától létezik Magyarországon, de egyre erősebben létezik. Ezt el lehetett volna kerülni? Sokszor mondom ezt, hogy a mi egyházunknak, de most megint a protestánsokra is gondolok, egyházainknak egy, egy nagyon nagy felelőssége, és hát mondhatnám azt, hogy mulasztása is, hogy nem tisztáztuk ezeket a, ezeket a fogalmakat. Ugye emlékszem, hogy amikor az Európai Unióról először hallottam, akkor olyan szomorúan mondogatták meg, meg hát mondogattam én is, hogy hát, hogy az uniós alkotmányban nincs utalása a keresztény múltra, keresztény, a zsidó-keresztény gyökerekre. Igen. És hát ezt tényleg mondom, hát miért kell ezt elfelejteni, vagy... És akkor utána talán éppen ennek a kiigazítására, vagy, vagy gyógyítására jött a magyar, új magyar alkotmány, és itt meg átestünk a ló másik oldalára. Tehát ez untig elég lett volna, és lenne, hogy, hogy igen, a magyar történelemnek is meghatározó öröksége, a, szentistváni Szent Istváni örökség, az ország a, a, keresztény emlékeink. De, de azt mondani, hogy ez egy keresztény ország, ez, ez valahogy nem releváns. És ez, ez engem tényleg éppen ezért zavar, megint hogy a Ferenc pápának a gondolatához hozzákapcsolva, mert ez, ez Akármennyire is óvatosan használjuk ezt a, ezeket a fogalmakat, vagy ezt a, hogy a, a keresztény értékrendünket védjük meg, hogy óhatatlanul ez valakit hírekezt. Tehát milyen alapon mondjuk azt a mai magyar társadalomra, hogy ez egy keresztény társadalom, ahol hát itt, itt, velünk együtt élnek zsidó testvérek, itt letelepedett muszlimok is. Meg hát és a magyar társadalomnak azokat, akik meg, azt mondják, hogy ő a saját jogán vagy saját maga módján van. Maga módján, meg igen, ez. Sokan ez, vannak ilyenek. Tehát igen. Ezt, ez, ez egy, ebbe a mi felelősségünket érzem, és, és a mulasztásunkat, hogy, hogy ez, ebbe nem lehet volna szabad belemenni. De hát meg, meg, a realitás. Ugye tétségtelen, hogy tatarozzuk a templomokat, és hát törülünk az állami támogatásnak, hogy hát a falu kép, vagy a város kép az gyönyörű. Na de a realitás sajnos az, hogy a társadalomnak hát egy egész kis töredéke az, aki templomba jár, és, és tényleg gyakorolja a, a, a hitét, a vallását. És hát én is azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez, hogy a maga módján vallásos valaki, ugye ez, ez ellenőrizhetetlen, de mégis csak ez a jellemző, hogy, hogy akik nem járnak rendszeresen vasárnap Isten tiszteletre, templomba, Hát ők mégse nevezhetők gyakorló keresztényeknek. Hát Püspök úr úrnak egy mondata már kiszabadította, legalábbis a saját szempontjából, az egyházat ebből, mert azt mondta valahol, hogy keresztény ember nem lehet csak jobb oldali. És az azt is jelenti, hogy keresztény ember ne kösse össze, össze a hitét a, a politikával és a pártokkal. Ez egy teljesen más dolog, fölött Igen. áll valamiképpen. Igen. Hát csak még egy utolsó kérdés az, hogy említette a kongó templomokat, vagy sok templom kongó. Ez nagyon elkeseríti önt, vagy valami hát, rossz jövőt sugal? Ne, egy egy önmagunkba nézésre és őszinte önvizsgálatra sarkal. Ezt egy kicsit viccesen így szoktam mondani, hogy, eh, hogy eh, mióta nyugdíjas püspök vagyok, most már ez egy fél éve, <laughs> így van, alkalmam van arra, hogy egy kicsit más szempontból is nézem az egyházunkat. Egy ilyen kicsit Mátyás király módon <laughs> megyek most már az országba, járom az országot, mert eddig, ameddig aktív püspök voltam, amikor megérkeztem, szólt a harang, virágosorú, piros szőnyeg, zsúfolt templom, orgonaszó, énekkar. Hát az ember elhitte azt, hogy ez mindig így van. De most már, amikor ilyen mátyás királyként nézek be a templomainkba, akkor látom a realitást. És hát ez, ez tényleg az, hogy... hogy vannak üres, üres helyek, jócskán a padokban. Tehát ez nem elkeserít, inkább megint csak a Ferenc pápára gondolok, aki, aki azt mondja, hogy lépjünk ki a, a mi komfortzónánkból, lépjünk ki a, a, a mi hát túlságos magabiztos gondolkodásunkból, és és ne azt várjuk, hogy, hogy hát, hogy jöjjenek az emberek, hát itt van a templom, meg, meg senkit nem tesznek ki az állásából, amiatt, mert templomba jár. Na de miért nem megyünk mi utánuk? Miért nem szólítjuk meg a, a, mindennapi gondjaik között az embereket? Tehát azt hiszem, hogy ez az egyház megújulásának az útja. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Bermiklós nyugalmazott püspök volt a vendég az elmúlt 50 percben. A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!